Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Általában parancsok megtartását nem tartjuk annyira kellemes dolognak, vagy éppen, hogyha valamilyen törvényt vagy parancsot állítanak elénk, akkor sok esetben ebben egyfajta erőszakot vagy egyfajta kényszert szoktunk érezni. Isten azonban olyan parancsokat ad nekünk, amelyek segítségével jobban szerethetjük egymást, jobban szerethetjük őt. Éppen ezért a parancsok megtartása egyben a szeretetben való növekedésünket is jelenti. Erre indít bennünket a mai evangélium, hogy megmaradjunk Isten szeretetében. Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó pacsorán amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartom atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, szeretett testvéreim, a parancsolatoknak a megtartása, mint ahogy a bevezetőben is említettem, sokak számára egyfajta távolságtartást jelent. Vagy nagyon sokan vannak, akik inkább a kiskapukat keresik, hogy hogyan lehetne esetleg megúszni azt, hogy a parancsolatokat megtartsuk, vagy hogyan lehetne olyan módon egyáltalán például lerövidíteni az utat, amely Krisztushoz vezet, hogy közben ne kelljen a szeretetben is növekedni. Mit is jelent az isteni törvény? Mit is jelent az isten parancsolatainak a megtartása? Sokszor azért nem tudunk erre a kérdésre annyira gyorsan és egyértelműen válaszolni, mert nagyon sok olyan parancsolat, ami egyébként ugye a vallási törvényeinkben, tehát ugye az Isten szavában, a kinyilatkoztatásban, tehát a tíz parancsolatban, az egyház tanításában jelen van, vagy aztán a hagyomány megerősít ebben bennünket, ezek a parancsolatok nagyon sok esetben átvételre kerülnek egy-egy állami törvénybe is. Például az, hogy nem illik a másik embert meggyilkolni, ezt alapvetően nem csak úgymond a tíz parancsolat mondatja velünk, vagy nem csak az egyházunk tanítása, hanem nyilván erre vannak állami rendelkezések is, és valaki, hogyha embertől, akkor utána valószínűleg börtönbe kerül. Azonban az isteni törvények kicsit túlmutatnak ezen. Nem csupán egy-egy parancsolatban egy bűn elkövetésének a távolságtartását jelenti. Nem csak megijeszteni akar bennünket, nem csak arra akar úgymond tilalomfákat állítani, hogy mit nem szabad megtennünk, hanem Isten parancsai egyértelműsítik azt is, hogy mi az, amit viszont meg kell tennünk. Mi az, amiben tudunk növekedni az Isten szeretetében. És ez már a törvény értelmezéséhez is tartozik, amihez viszont nem elegendő csupán az értelmi megismerés. Sokan így közelítenek az Isten parancsaihoz, mint ahogyan az állami törvényekhez is, hogy meg lehet azt tanulni, mi az, ami az előírás. És nem értik az igazi értelmét, az igazi lényegét, eszenciáját ezeknek a parancsolatoknak, amelyek inkább hasonlíthatók egy család életéhez egy családéhoz, akik egymással szeretetben próbálnak élni, ahol nyilván egy gyermek még követel kihágásokat, az atya próbálja valamilyen módon segíteni, ösztönözni, bátorítani, de hogyha véletlenül valami rosszat tesz a gyermek, akkor ebben próbálja segíteni, és hogy ne veszítse el a reményét, ne veszítse el a bizalmát, hogy tud ő jó is lenni, hanem így gyakorlatilag az atya buzdítására, egyfajta szeretetben való megbocsátás és szeretetben való újrakezdési lehetőség mutatkozik meg. Éppen így a mennyei atyával való kapcsolatunkban is erre az újrakezdésre találunk buzdítást. És éppen ezért, amikor Isten parancsainak megtartásában valamilyen eleséssel, elbotlással találkozunk, legyen az bármilyen csekély elbotlás, nagyon sok esetben a világ ezt félreértelmezi hogy például valaki elkövetett egy bűnt, és ez a bűn úgymond kitutódik, a közösség számára is nyilvánvalóvá lesz. Sokan elkezdik mindjárt a fröcsögést, úgymond a sárdobálást. Na, na, ilyenek ezek a keresztények. Ők is bűnt követnek el. Ők is milyen rosszak. Nem is éri meg kereszténynek lenni pedig valójában a kereszténységünk köz igenis nagyon szorosan hozzátartozik az újrakezdés az Isten érgalmában való bizalom, és a saját bűneink súlyával való szembenézés. Isten parancsai ugyanis nem csak arra tanítanak meg bennünket, hogy mi az, amit nem szabad megtenni, mi az, amit meg kell tennünk, hanem arra is, hogy mi a tettünknek a súlya, a következménye, hogy hogyan húznak le a mi bűneink, és hogyan emelnek föl a mi jó cselekedeteink, akár Istenhez közelebb, akár a szeretetben való növekedésben. És éppen ezért az Isten parancsainak, vizsgálatában mi nem racionális érveket veszünk elő, hogy XY megtartotta ezeket a parancsolatokat, tényleg ragaszkodott ezekhez. És hozhatunk fel például Szentek életében nagyon sok olyan esetet, amikor valaki sokára találja meg az utat az atyának a szeretetéhez, a parancsolatokhoz. Szent Pál apostol mielőtt megtér, nyilvánvalóan ez az útja, a damaszkuszi út a maga megtérésének az első mozzanata, Halálra üldözi a keresztényeket. Ő egy olyan tanú, akinek a, a, az asztalára teszik le a tanúk, a ruháikat. Ő az, aki halálra üldöz nagyon sok keresztényt. És éppen ezzel bűnt követ el. És ebben a bűnben nyilvánvalóan jelen van. De még egy kicsit is visszább mehetünk. Jézus keresztje mellett ott áll a pogány százados, aki láncsájával átdöfi Jézusnak az oldalát. És látja ezt, és megtér, és tud hinni. De előtte hány keresztényt megölt? De előtte, vagy utána is, nyilván itt érdemes arról is beszélni, hogy hányan követték Jézust, meg hogy egyáltalán ki az, akinek a megölése vértanúságnak számít. Ugye az első vértanút Szent István diakónusnál ott jelenik meg Pálnak a példája is, de ott vannak katonák, ott vannak emberek, akik már előtte is elutasítják, gúnyolódnak a kereszténségen, vagy a keresztényeket magukat is megverik. Csak egy lázadót látnak bennük. Vagy ezek a katonák azok, akik kimennek a kertbe, hogy Jézust is elfogják. Nyilvánvalóan sok esetben mondhatnánk azt, hogy persze ők csak parancsot teljesítettek, de ez a bűnnek a súlyát nem kisebbíti. Megismerni a parancsolatokat, megismerni Jézusnak a tanítását éppen annyira összetett, mint valakit rákényszeríteni arra, hogy egy hozzátartozóját szeresse. Bármennyire is nagyon sok esetben vannak erre racionális érvek, sok esetben vannak olyan helyzetek, amikor annyira megromolhat egy szeretett kapcsolat, hogy hosszú évek szükségesek a megbocsátáshoz, a kiengesztelődéshez. akkor is, hogyha az észt tudja, hogy nagyon egyszerű volna megbocsátani. A Krisztussal való kapcsolatban, az Isten parancsaival való szeretet kapcsolatban éppen így állunk, bár meg tudjuk tanulni a parancsolatokat, ne őj vagy szerest fele barátodat, mint saját magadat, bocsáss meg az ellenségednek, vagy meg tudjuk azt tanulni, hogy imádkozni kell reggel, este, délben, stb. Ezek úgymond üres cselekedetekké válnak, ha nincsen mögöttük ott a szeretet. Jézus azonban meghív minket arra, hogy a, a parancsainak a lényegét, az értékét is lássuk hogy ezek valójában meghívnak bennünket a vele való szeretet kapcsolatra, hogy észre tudjuk venni, hogy Jézus ott akar lenni, ami mindennapjainkban azáltal, hogy megtesszük az ő parancsait. És hogy nyilvánvalóan, amikor ezeket a parancsolatokat látjuk, akkor ezeket ő nem csupán úgymond külső katonaként, egyfajta kényszerítő erőként akarja nekünk adni hanem akarja, hogy fölfedezzük, mennyire jó is szeretni egymást, mennyire jó is egyfolytában az atya munkájában jelen lenni. Tehát kicsikét ahhoz hasonlítanám ezt, hogy, hogy egyáltalán kész vagyok-e már, nyitott vagyok-e már, engedelmeskedni Istennek abban, hogy tegyem a jót van például, aki elkezd imádkozni azért, hogy ó, Uram, ad hogy egyszer csak nyerjek végre a lottón, akkor mindent neked adok, aztán megint imádkozik, hogy ó, Uram, csak add, hogy egyszer nyerjek a lottó, mind neked adom. És aztán néhány alkalom után Isten szól neki, hogy jól van, fiam, de legalább egyszer egy lottószelményt vegyél már végre. És Jézus meghív bennünket arra, hogy a mi minimumunkat, nem azt, hogy lottószervényt vegyünk, hanem hogy megtartsuk az ő parancsait, ezt tudjuk teljesíteni, hogy így tudjunk növekedni az ő szeretetében, hogy erősödjön bennünk Isten jelenléte, erősödjön bennünk a kitartás, hogy a parancsaiban lássuk a szeretettök életességét, és erre törekedjünk minden nap. Amen.